Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, családőrző magazinunkat látják a következőkben. A témánk igen izgalmas lesz, tessék figyelni, mert hát ha felismerjük azokat az érzéseket, amiket mi is megélünk, általában erre törekszünk ebben a műsorban, és elgondolkodtatásra törekszünk. Kikkel? Hát szakértőinkkel, akik most is itt vannak, nagy szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, szervusztok! Koszi Janka, énekes előadó művészt, kócsot, nem tudom kihagyni, hogy az énekes ne tegyem hozzá. Nem is kell, köszöntök mindenkit én is. És itt van velünk, és ugyanolyan szeretettel köszöntöm Tolnyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiénés szakembert. Én is köszöntök mindenkit. Azt a témát választottuk erre a 25 perces beszélgetésre, amiről biztos, hogy sokkal többet is lehetne beszélgetni, ez pedig a családon belüli lelki terror. Már hogy van ilyen, csak nem biztos, hogy mindenki meg tudja nevezni ezt a történést. Hivatalosan mit értünk ez alatt? Jön a szakma. Átadom a szót, nyugodtan kezdem. Nehéz téma. Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, mert onnantól kezdve, hogy én valakire pejoratív megjegyzéseket teszek, rosszalóan gondolok rá, és folyamatosan adom neki a visszajelzést, hogy alkalmatlan minden élethelyzetében szinte bármit csinál, ezzel már elindul egy olyan folyamat, hogyha ez például egy gyerek irányába történik, hogy a gyerek el is fogja hinni, hogy ő tényleg alkalmatlan, és ebben a szerepében felnövekedve nagyon-nagyon sok nehézséggel fogja magát találni. Ennek különböző szintjei vannak, ennek egyik szintje például a cinizmus. Persze, majd te megcsinálod, majd te ki meg tudod csinálni. Igen, kisfiam. Tehát egy csomó olyan dolgot lehet visszaadni visszajelzésként a gyereknek, ahol a gyereket nem tisztelettel kezeljük. Tehát én azt gondolom, hogy és ez bárkire igaz, akár gyerek, akár felnőtt házastársak kapcsolatában, hogyha beszélgetünk, hogyha én olyan megjegyzéseket teszek rád, és olyan minősítéseket aggatok rád, ami téged rossz fényben tüntet fel, és ezt notóriusan, folyamatosan teszem, akkor ez te neked nagyon komoly lelki sérüléseket fog okozni, mert egy idő után kételkedsz abban, hogy valóban igaza lehet annak, aki téged bántalmaz ilyetén formában. Ez a fajta abuzálás, ez sajnos a mai napjainknak szerves részévé vált szinte minden szinten a társadalomban. A családon belül ez kifejezetten fájdalmas. Nekem az egyik ilyen alapfogalmam, vagy legalábbis én innen szemlélem a világot, meg a kapcsolatokat, ez a biztonságra törekvés. És ugye van, sokféle módon próbálhatom megvédeni magamat, amit ha a teremtett világba belenézünk, vagy a természetbe belenézünk, akkor ott is ezek a technikák léteznek, vagy az a technikám van, amikor azt érzem, hogy megtámadnak, hogy én vagy inkább úgy mondom, hogy nem érzem biztonságban magam, hogy elkezdek támadni, agresszívvá válok, vagy a másik technikám az, hogy bezárkózom, és ugye ez a teknős sündisznó kategória, hogy bezárom magam, és nem tudsz bántani, a másik meg, hogy nekirontok a másiknak. És azt gondolom, hogy valahol emögött az erőszak mögött, vagy emögött a terror mögött is valamilyen formában egy ilyen félre sikerült biztonságkeresés húzódhat meg, hogy azzal, hogy én erősebb vagyok, azzal, hogy én lenyomom a másikat, ez legyen szó verbálisról, mert arról azért ritkábban beszélünk talán, mint a fizikai erőszakról a családon belül, de hát ott azért szerintem a verbális terror vagy erőszak is ugyanilyen hatású. Amiket itt a Zsuzsitól hallottunk, hogy az, hogy lenyomom a másikat, legyűröm magam alá, legyűröm a másikat, az a tulajdonképpen én vagyok biztonságban. Engem nem érhet támadás. Nekem nem lesz bizonytalan az életkörülményemben vagyok, függetlenül attól, hogy ott körülöttem gyakorlatilag meghal minden, mert legyilkolok mindent, vagy alig mer növekedni, vagy alig tud élni az, ami körülöttem van, de én legalább biztonságban vagyok. És akkor ugye ennek lehet egy film a formája, amikor mennek a viták, a határoknak a mozgatás, hogy működik, és lehet a durvá formája az, amiről itt most szó van, hogy terrort, erőszakot alkalmazok, hogy legyőzzem a másikat, vagy lenyomjam a másikat. Ez azért is nagyon ártalmas, amikor a családon belül történik, nyilván mindenhol ártalmas, de pont ahonnan a biztonságot várom, tehát mondjuk egy gyerek esetében a szüleitől, pont onnan kapja ezeket a bántásokat,
ami egy teljesen életellenes dolog, és ez az, ami, ez az, amit hogyha tovább visz magával, mert pedig tovább viszi, akkor az, az tényleg súlyos károkat okoz. Tehát nagyon-nagyon kellene arra odafigyelni, hogy ezek helyett, a mondatok helyett, amik az előbb elhangoztak, inkább az erényeire hívjuk fel a figyelmét a gyereknek, hogy mi az, amiben ő ügyes volt, hogy, hogy dicsérjük sokkal többet. Pont ma is volt egy olyan beszélgetésem, ahol az volt, hogy a, az édesapa rendszeresen a hibákat hangsúlyozta, ugyanakkor a másik oldalra, tehát a dicséret oldalára pedig nem igazán tett semmiféle hangsúlyt, és ezért kialakult egy ilyen önvád, vagy hogy nem elég jó az adott ember az a különböző területeken, és hogy, hogy egy picit ez így helyre billenjen, mert persze, hogy a határokat is kell tudni érzékeltetni, de hogy nagyon fontos a dicséret. Igen, ez ahogy, hogy nem, mert hogy ezt én is sokszor megélem, hogy a családokkal való beszélgetésben, hogy ha a gyerek rosszul csinál valamit, akkor a szülő fölhív rá a figyelmet, akár azért, mert hogy óvni akarja a gyerekét. De ha a gyerek jól csinál valamit, akkor az természetes. Így van. És ez felnőtt kapcsolatban ugyanúgy igaz, hogy ha valamit rosszul csinál a másik, akkor szólok neki, ha jól működnek a dolgok, az természetes. Tehát nekem is nagyon fontos az, amit itt az előbb mondtál, hogy ez a kiegyensúlyo. Tehát lehet egy szülő kemény a gyerekével, mert éppen arra az eszközre van szükség. Most itt nem a verésre gondolok, hanem így a határozottságra. De hogy mellette, ugye papként élem ezt meg, hogy jönnek a szülők, mondjuk anyukák a nyomtatószékbe, és kiabáltam a gyerekemmel, meg szittam, meg összevesztünk, meg türelmetlen voltam, és akkor mindig szoktam ezt kérdezni, amit, hogy és dicsérni szoktad? Hogy akkor vedd észre azt is, hogy akkor jelezd a gyerek felé azt is, hogy jó, jól csinál valamit, vagy valamiben ügyes, és akkor legyen valami egyensúlyban, és akkor szoktam ilyenkor azért merem mondani, mert nem gyólási titkot fejtsegek ki, mert olyan sok szót találkoztam ezzel történtem konkrét személy, vagy akkor szoktam elégtételként azt kérni, hogy oké, akkor most ezen a héten tudatosan figyelj arra oda, hogy minden nap legalább egy dologért dicsed meg a másikat. Van ennek egyébként egy olyan érdekes formája, és próbálok rá példát mondani, teszem azt, a gyerek sportoló. Teszem azt, jó sportoló. Ezüstérmes. Tehát általában ezüstérmes. És a társaságban az apa azt mondja róla, hogy megint első lett, hogy aranyérmet kapott. És ezt hallja a gyerek, aki aztán persze nyilván javít, hogy nem, ez csak ezüstérem volt, de az apa nem véletlenül mondja, és a következő társaságban is azt fogja mondani, vagy a gyerek négyes tanuló, de azt fogja mondani előtte a kollégáknak, hogy ötös tanuló a gyerekem, és azt hiszi, hogy ezzel csak, szóval biztos, hogy az apa ebből nem érzi, hogy ennek a gyereknek ezzel kárt okoz, hogy a gyerek is felfog ebből valamit, csak úgy érzi, hogy ő szereti azt mondani a kollégáknak, hogy az ő gyereke ilyen meg olyan, még akkor is, ha annyira nem olyan. Viszont a gyerekben ez is elindít egy folyamatot. Ez is elindít egy folyamatot, ez azért nem a rendszeresen találkozunk ilyen helyzettel, amiről te itt beszámoltál, de valóban itt is degradálva érzi magát a gyerek, mert hogy ő nem kapja meg az elismerést azért az erőfeszítésért, hogy ő ezüstérmes lett. Hát bocsánat, min múlik nagyon gyakran, hogy az most arany vagy ezüst lesz. Tehát láttuk a téli olimpián, milyen történetek vannak, tehát most nem kell ebbe belemennünk. Tehát, hogy itt nem is erről szól. Ez nekem a másik veszőparipám, amikor a szülők annak alapján ítélik meg a gyereküket, és az fogja a napjukat, meg a délutánjukat, meg az estejüket meghatározni, hogy hányast hozott, milyen lett a bizonyítványa, megdicsérték, nem dicsérték. Tehát, hogy van a gyerekben rengeteg sok erény, ő nagyon kemény munkát beletesz, de azt a munkát nem ismerik el, azt a munkát nem értékelik. Gyakorlatilag millió olyan felnőttel kell dolgoznunk, bocsánat, ez persze erős túlzás volt, ahol a felnőttek megélik az önbizalom hiányukat. Minden önbizalom hiánynak ez van az alján. Igen, hogy bocsánat, csak azért, mert akik túlságosan önteltek, azok nem fognak bekintkedni, mert kell, hogy problémájuk van. Oké, ha túl kompenszálja, hát a környezetem majd jelez neki. Ezt teszem, világos. De tényleg, igen. De világos, teljesen. Látunk már olyat, hogy azt hittük egy emberről, hogy ezt a kifejezést nyilván a szakma nem használja, hogy nagyképű vagy öntelt, és kiderült, hogy nem, csak a gyerekkorában megélt valamit, és ez ilyesmit, ezzel kompenzálja. Így van. Ez is pontosan ugyanolyan negatív személyiségjegyeket fog hozni.
Tehát most teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy ő hogyan éli túl, mert az a technika, amit ki fog magának alakítani, az nem az egészséges lelkű embernek a sajátja, aki ismeri magát, van elegendő önismerete, tudja az értékeit, tudja a gyengeségeit, és azokkal is együtt tudja magát szeretni. Ez az egészséges felnőttnek ez kellene, hogy valamilyen módon az alap attitűdje legyen. De nem véletlenül vagyunk mindannyian rászorulva arra, hogy legyenek segítőink, és legyenek olyan emberek, akikkel meg tudjuk beszélni a nehézségeinket, a problémáinkat, mert hogy nem tudjuk magunkat jól definiálni a világba, és nem tudjuk jól kijelölni a határainkat, nem is merjük kijelölni a határainkat. Tehát ilyenkor van az, hogy nyomják, és áldozatszerepbe fog süllyedni, és nem veszi észre, hogy már 2 évvel ezelőtt kellett volna azt mondani, hogy elég, és ne tovább. Bocs, mondja csak. Így van, tehát, hogy amikor lelki terrorról beszélünk, akkor fontos, hogy mindkét résztvevőt, vagy mondjuk, ha ketten vannak benne, akkor megvizsgáljuk. Mert mondjuk, hogyha egy felnőtt kapcsolatról van szó, tehát itt a gyerek az ugye más lenne, de hogyha két felnőtt emberről van szó, akkor mind a kettőnek megvan a saját története, ami odáig vezethet, hogy ebben a helyzetben vannak benne ők ketten. És itt jöhet szóba például az én határoknak a felállítása, hiszen van ennek egy elszenvedője is, aki szintén ugyanúgy benne van, tehát nem csak úgymond, ha már hibást kell keresni, bár nyilván egyébként nem, tehát szakmailag nem keresünk hibást, de mind a ketten ugyanúgy a személyiség jegyeik által eredményezik ezt a helyzetet, hogy ők ebbe benne lehetnek. És például az, aki mondjuk elszenvedője ennek, tehát az alárendelt fél, ő mondjuk nem állította fel magának azokat az én határokat, ami neki fontos lenne ahhoz, hogy megfelelően is jól tudjon működni. És például egy szakmai vagy egy segítő beszélgetés ebben tud segíteni, hogy hol vannak azok a határok, pontosan mi az, amit ő még beenged, mi az, amit már nem, stb. Szóval, hogy igazából csak erre akarok rácsatlakozni, hogy ugye a legutóbbi adásban beszélgettünk a játszmákról. Tehát amikor a terrort idehozod, akkor tulajdonképpen az is egyfajta játszma. Tehát, és szerintem nagyon fontos, amit a Janka mondott, hogy általában, hogyha azt látjuk egy kapcsolatban, hogy valaki nagyon erőszakos a másikkal, akkor odaállunk a gyengébb fél mellé, hogy jaj, szegény, itt elszenvedi ezt a történetet. De mi csak egy részét látjuk ennek a történetnek, és nem tudjuk, hogy miért jutottak el ők idáig. Tehát van egy ilyen kicsit pejoratív kifejezés, de szerintem biztos, tehát nem mondok ezzel, hogy azért sok házasságban van, hogy a nő kiherélik a férfiakat. Igen. És akkor hiába próbálkozik egy darabig a férfi, a nő tud olyan erős lenni, és nem bány, tehát nem történik semmiféle fizikai erőszak, csak egyszerűen legyűri, maga alá gyűri a férfit, nem tud férfiként létezni, és akkor utána persze egy idő után jön az a panasz, hogy akkor nekem egyel több gyerekem van. Miközben a férfi esetleg próbálkozna azzal, hogy ő kiálljon magáért, de a nőnek van olyan erős személyiség, hogy ő lenyomja a férfit, és tulajdonképpen szenved attól, hogy nincs egy férfi mellette, holott ő volt az, aki adott esetben azt a férfit kiherélte, vagy gyerekszintre nyomta le, szenved attól, hogy egy plusz gyereke van, és nem életképes a párom, és nem tudom micsoda, és a kívülállók meg azt látják, hogy jaj, szegény. A történetet, ugye szintén ami elhangzott a legutóbb beszélgetésben is, azt hiszem, hogy azért egy kapcsolat az mindig rendszerben van. Tehát, hogy nem csak önmagában egy szereplője van egy történetnek, akit adott esetben mi lehet, hogyha meghallunk, mert megkeres bennünket ez a feleség vagy a férj, hogy jaj, de rossz neki. Meghallgatjuk, és azt mondjuk, hogy hát tényleg igazad van, hát amit elmondtál ebbe, hogy lehet létezni, ez egy szörnyű állapot, hát itt terror alatt vagy, meg itt bánt, hát nem igaz, hát lázadj föl, és megmondjuk a tutitnek, hogy mit kell csinálnia. De az egészet, egész ismeretébe lehet bármit is mondani, bár szerintem erre is azt mondaná bármelyikünk, hogy nem is szabad nagyon mondanunk, hogy mit kell csinálni ebben a történetben, hanem neki kell megtalálni ebben a játszmában, a játékban a szerepet, a szabályokat, és azt, hogy mit tud ezekkel ő kezdeni. Igen. Viszont szerintem nyilván attól függ, hogy milyen szintről beszélünk, mert ez azért nagyon elharapódhat is adott esetben, de hogy a környezetnek is szerepe van. Tehát, hogyha én kívülről tényleg azt látom, hogy itt valami nagyon súlyos dolog történik, akkor igenis van olyan eset, amikor mondjuk beavatkozom. Tehát, hogy legyünk ilyen szempontból szerintem figyelmesek egymásra, akár a szűk környezetben, akár a
tágabb értelemben, nem csak segítőként, hanem emberként egyszerűen, mert tényleg lehetnek ennek olyan szélsőségei, amikre mondjuk fontos figyelni. Lehet-e mindennek, akár a gyerek, akár a felnőttek közötti ilyen történetnek, játszmának következménye egy beteges megfelelési kényszer? Tehát például az a gyerek, akinek az édesapja mindig többet mondott róla, mint amennyit ér, vagy akár a párok, mikor az egyik hazaér fél ötre, a másik ötre, és aki ötre ért, mondta, hogy hát azt hittem, mire megjövök, főzöl egy halászét, azt hittem. Uh-huh. Hogy ezt csinálod, azt csinálod, és ebből kialakulhat tényleg beteges megfelelési kényszer. Nem csak ebből alakulhat ki, hanem hogyha gyerekkorban nem kapta meg a gyerek azt a fajta ősbizalmat, amitől ő hitet tud magának építeni abban, hogy helye szerepe van a világban. Az egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet, amikor a gyerektől vagy túl sokat várnak el, és nem tud tényleg megfelelni, és ezért folyamatosan alul értékeli magát, és alul minősíti magát, és már ő sem fog törekedni arra, hogy egyre feljebb és egyre tovább. Vagy azért, mert eleve debilre ajnározzák azt a gyereket, nem várnak el tőle semmit, nincs elvárás, és nincs, ami őt húzza felfelé. Tehát mind a kettő ugyanazt fogja ebben a tekintetben eredményezni, hogy ő neki önértékelési zavara lesz. Nem fogja tudni, hogy ő kicsoda, micsoda, és amikor felnőtt emberként ott áll egy élethelyzetbe, nem tud kiállni magáért, és nem mer kiállni magáért, és ezért fog eltűrni sokkal több mindent, mint amit kellene. Nekem a segítő beszélgetésekben menetrend szerint visszatérő, amikor eljutunk egy bizonyos pontig, amikor azt mondják, hogy Úristen, és én miért hagytam, hogy ezt csinálják velem? Mert nem volt annyi hited, hogy te megérdemled azt a teret, amit téged megélled, hogy azt te oda tedd. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Egyébként tényleg nekem az jutott eszembe erről, hogy van egy tanítványom, énekoktatással is foglalkozom, azért mondom így, hogy tanítvány, aki Amerikában járt középiskolába, és ott jellemző ez az oktatásra, hogy csak dicsérnek, tehát, hogy minden szuper, minden zseniális, minden nem tudom én milyen, és hogy egyszerűen nincsen viszonyítás, tehát ebben a rendszerben sem lehet fejlődni, tehát ott ez már nagyon jellemző egyébként szerintem így minden része, nem csak az oktatásra, úgyhogy tényleg nagyon fontos a két véglet, és hogy ebben megtalálni a középutat. Igen. Egyébként, hogy egy picit a Gábor atya előző gondolataira is reagáljak, ugye mondtad, hogy a mai házasságokban gyakran előfordul, hogy a nők kasztrálják a férfiakat. Most mondjak erre egy ellenkező példát, sajnos ilyet is látok, és nem is tudom, hogy hogy lehet ebbe élni, és hogy az a nő miért nem teszi azt rögtön, hogy lép, mert hogy azt kapja folyton a férjétől, teszem azt a második szülés után, hogy mert mennyit hisztál, mert kövér vagy, mert színtelen vagy, mert miért sminkeled magad, miért nem sminkeled, és folyamatosan ezt kapja, és elveszíti a nőiességét, tehát elkezdi inni, tehát ez úgy, ugyanoda, és akkor ott megint van egy várakozás, hogy hát most akkor miért lett ilyen? Hát ezért, de... Hogyha az egy egészséges lelkű felnőttként ment bele a kapcsolatba ez a hölgy, akkor ezt nem tudja vele megcsinálni a férj. Igen. Tehát ez a fontos ebben a történetben, és ezért szoktam én kihegyezni a gyerekekre a hangsúlyt menetrend szerint, mert ugye a gyerekből lesz a valamilyen felnőtt. Amilyen volt a gyerekkora, olyan lesz a felnőtt kora is. Hogyha ő gyerekként nem kapta meg azt a fajta támogatást, hogy te tudod és képes vagy rá, és csak akkor segítek, ha már tényleg muszáj, és csak annyit, amennyi valóban szükséges, akkor ő ezt nem fogja tudni, és ugye amiről Janka is beszélt, hogy nincs viszonyítása alapom, a mihez képest, ahova helyezkedjek, azért nincs középpontjuk, azért nem tudnak elégedettek lenni az életben, és azért érzik azt, hogy ők nem érdemlik meg a jót. Hát nők milliói élik úgy le az életüket, hogy nem megyek fodrászhoz, nem megyek kozmetikushoz, nem csinálok ezt, nem csinálok azt, nem csinálok azt, mert rabja vagyok a családomnak, a gyerekemnek, a férjemnek, a nem tudom én ki mindenkinek. Mintha ő kevésbé lenne értékes ember, mintha ő egy másodrangú állampolgár lenne. Így is gondolkodik magát, hogy ő nem érdemli meg. Tehát, hogy ez egy szörnyű dolog. Hát, vagy a nem érdemli meg, vagy az a ki miatt csináljam azt, hogy én nő legyek. Tehát, hogy ez is... Oszmán Dafke. Dafke is, igen, de hogy azért olyannal is találkoztam, amikor valaki pont az önértékelése miatt, hogy a férjétől nem kapja meg azt, hogy ő tulajdonképpen nő, csak hogy a másik oldalt is védjem. Ne, hogy az legyen, hogy itt papként csak itt a nőket. Tehát, hogy a férfi nem veszi már észre a nőségét,
mert hogy mondjuk az, éppen az anyasága miatt ugye átalakult a testre, és valahogy másképp kezd rá tekinteni, és akkor azt mondja, hogy hát ha férje már nem néz rám nőként, akkor én most minek menjek el fodrászhoz, vagy ki miatt menjek el kozmetikushoz, mert tulajdonképpen már ebben nem látok semmiféle perspektívát. Hogy hölgyeim, súghatok? Hogy súgjak magunk miatt. Igen. De mindenképpen. Hmm. Az az igen. Első. Igen. Szerintem az a legfontosabb, hogy tükörben úgy kell venni, én legalábbis így gondolkozom erre. Ja, nekünk fiúknak könnyebb ezt mondani, hogy tükörben néz, hogy szép vagyok. Tehát, hogy ezt szerintem, mi tudjuk, hogy azok vagyunk. De olyan érdekes egyébként ez, mert hogy amikor a gyerek születik, akkor a nő ugye nagyon össze tud zárni a gyerekkel, és hogy ilyenkor viszont a férfi is érezheti magát mondjuk adott esetben elhanyagoltan, és ez lehet egy figyelemfelkeltés is, nyilván nem a legjobb eszköz, sőt, de hogy igen, tehát hogyha van türelmünk, meg érdekel minket annyira a másik, hogy ennek a mélyére menjünk, és kérdezgessük, hogy tulajdonképpen mi is az a baj, mert tehát nagyon nem valószínű, hogy tényleg az, hogy most felszedett ennyi vagy annyi kilót, vagy milyen a haja, vagy ilyesmi, hanem ez azért valószínűleg másról szól, illetve szólhat másról is. Szóval, hogy egy olyan beszélgetést indítani, amiből ez kiderül. Arra lennék kíváncsi, mondjuk adott egy gyerek, aki úgy nőtt fel, és úgy volt a szülei mellett 30-40 évig, hogy áldozata volt ennek a bizonyos lelki terrornak, már szülőként is akár még mindig kapta, és aztán egyszer csak ugye elveszíti a terrort alkalmazó szülőt. Mi történik vele? Önmagát fogja bántani, ugyanazokat fogja mondani. Te nem. Szerencsétlen, mondta neki az anyja, ő is ugyanezt fogja mondani. Nem. Benne marad ebbe a szerepbe. Sajnos és ez a dráma benne. És talál magának egy párt, akkor aki ezt nagyon, megerősíti. Aki, igen, meg a párnak olyan értelme, hogy nagyon nagy munkája lesz. Igen. Azzal, hogy őt felhozza. Igen. Tehát, hogy mivel egész életében ebben élt, ebben igen. A sérült állapotában élt, ezt kapta a szüleitől, és akkor ott van, odalép mellé az a párja, aki őt szereti így, és nem biztos, hogy meg fogja például hallani azt, hogy te szép vagy, te értékes vagy, te jó vagy, te meg tudod csinálni, mert hogy ezt nem hiszi el neki. Hányszor mondják nekem például, bocsáss meg, ha én azt mondom egy nőnek, hogy de gyönyörű vagy, igen. Úgy egybe vagy, tehát most én, persze én nőként látom, de hogy úgy a kisugárzása minden, nekem ezt nem mond. Ezt nekem még soha nem mondta senki. Nem hiszi el. Nem hiszik el. Nem tud vele mit kezdeni. És hiába mondták neki, akár a 76-szor, nem emlékszik rá, hogy valaha is ilyet mondtak volna neki. Nem tudja feldolgozni, nem tudja integrálni, nincs számára tartalma ezeknek a szavaknak. Tehát ez nagyon-nagyon súlyos dolog. Nagyon-nagyon nehéz dolog. Kérdés az, hogyha valaki ilyen helyzetben van, van-e rá megoldás, hogy ebből kiszabaduljon? Hosszú folyamat. Hát. Tehát ez szerintem olyasmi, távoli hasonló. Ezt föl kéne ismernie. Igen, tehát hogy ez olyasmi, mint a rossz szokásainkról való leszokás. Mert ugye a rossz szokásaink évek alatt rakódtak ránk, és amikor felismerem, hogy ez így nem jó, akkor ez nem egyik napról a másikra fog menni, hanem évek kellenek, hogy, vagy évek, vagy inkább azt mondom, hogy hosszú idő kell, hogy ugye szépen megint csak így a papi praxisomból, amikor mondjuk valaki jön, hogy hát hogy zavarja azt, hogy nagyon csúnyán beszél. És akkor szoktam mondani, hogy oké, találj magadnak olyan szót, amivel az indulatodat ugyanúgy ki fogod tudni adni, mert az, nem az indulatot kell lefolytani, mert hogy ezeket a csúnya szavakat te valamiért megtanultad és elkezdted használni, és már ösztönösen az életed részévé vált, és ha te ezen változtatni akarsz, akkor egy oda kell figyelned arra, hogy ezekben a helyzetekben mit használsz, és találj olyan szavakat, de ez egy hosszú munka arra, hogy ez megváltozzon. És hogyha valaki fölismeri magába, és itt jön nekem az analógia ezt, hogy ő mondjuk milyen sérülést hordoz, és ezen elkezd dolgozni, ahhoz idő kell, hogy ez a sérülés ez begyógyuljon. Nem fog eltűnni, a heg az ott marad, de hogy valahogy élni tudjon ezzel a sérülésével, ezzel a sebével, és hogy valahol a kiegyensúlyozottság felé tudjon eljutni. Amikor mondhatom... Még van egy fél percünk, igen. Jó, csak eszembe jutott most valami, ami lehet, hogy fontos lehet. Nyilván, amikor már az ember ezekre rálát és felismeri, akkor van egy úgynevezett ilyen tükörmunka gyakorlat, ami igen. Egyébként a pozitív megerősítésekről szól, vagy ez az alapja, és hogy ezek legyenek egyéni pozitív megerősítések, tehát kifejezetten az a mondat, ami mondjuk engem sértett, bántott és felém hangzott el, azt megfordítom pozitív megerősítésekre,
megerősítésé, és a tükörbe a saját szememben nézve mondom el magamnak, aminek tényleg nagyon nagy ereje van, és akár ez síráshoz is vezethet. Viszont, hogyha kitartóan gyakorolja ezt is folyamatosan az ember, akkor igenis egyszer csak elérkezhet felülírja. Az az állapot, igen, hogy így felülírja, és tényleg elkezdi magát máshogy látni, máshogy viszonyul magához. Ezt nagyon köszönöm neked, mert kaptunk egy konkrét tanácsot, egy kis segítséget, amit ki lehet próbálni természetesen. Mivel műsorunk végéhez közeledünk, annak ellenére, hogy egy nagyon komoly témáról beszéltünk, talán megengedtek egy kis laza emléket sportolói koromból, éppen azon kapcsán, amit Gábor atyától hallottunk. Ugye sportoló fiúk edzés után levezetésképpen fociztak, és a fociznak a fiúk együtt, ott bizony szavak hagyják el, és hát mi is bevezettük, hogy ez így mégsem megy tovább, hogy itt káromkodjátok végig az edzés végét, és egyáltalán ezen túl nem szabad. Hát ha láttatok már hatalmas, kigyúrt, széles fárú fiúkat focizva, azt kívánni, hogy a kakas csípje meg, akkor ez tényleg egy nagyon aranyos dolog volt. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának, és természetesen Túlnyai Gábor atyának is. Most a műsor végén ugye azt szoktuk mondani mindig, hogy egy hét múlva újra találkozunk, egy kis változás van a Családőrzők magazin sorozat. Ezentúl két hetente ugyanebben az időben láthatják műsorunkat, így aztán most azzal köszönök el, hogy legközelebb két hét múlva újra itt a Családőrzők. Viszontlátásra! Viszont.